Jó estét kívánok! Jó estét! Mennyire kell gyorsan lépni? Hát a gyerek érdekei azt diktálják, hogy a lehető leggyorsabban lépjünk, akármit is jelentsen ez a gyorsaság, és akármit is jelentsenek a tettek. Ugye az is nagyon fontos, hogy elinduljon egy eljárás, és következménye legyen annak, ami történt, de ami, ha lehet, még fontosabb az, hogy megfelelő módon reagáljunk erre a történetre, és akként kezeljük a feleket, amik... Ugye mi a megfelelő mód önszerűen? Hát, ugye nagyon sokszor romanticizáljuk ezt a történetet, a tanár-diák szerelem, hogyan van az, hogy valaki kamaszként beleszerelmesedik egy idősebb férfiba vagy nőbe, és aztán elkezdődik közöttük egy kapcsolat, és vajon ki csábított kit, és ki manipulálta a másikat. Az nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben mindig tisztában legyünk azzal, hogy a felnőtté a felelősség azért, ami történt, bármit is tett a gyerek a 18 éven aluli ebben a kapcsolatban. Fontos, hogy egyszerre tudjuk látni azt, aki ebben érintett volt hogyha az az áldozati szerepe megvan, és nagyon fontos, hogy mindenki, aki ismerte őket és ismerte ezt a kapcsolatot, az valamilyen módon érintett. Tehát, hogy nagyon fontos lenne, hogyha az oktatási intézményben, az iskolában is elindulna egy diskurzus arról, hogy mit is gondolnak erről a tanárok, a diákok, hogy ne a pletyka szintjén legyen feloldva a történet, hanem nagyon fontos narratívák derüljenek ki, hogy ez miért megengedhetetlen, miért tekintjük ilyen esetben mindig áldozatnak a gyereket. És hát ebben az esetben, ha a hírek igazak, akkor egy évek óta zajló viszonyról van szó, amit valószínűleg azért a környezet már észlelhetett korábban is, és amiből biztosan nem lett volna országos botrány, hogyha az érintett felnőtt nem politikus. Általában azt látjuk, hogy az ilyen jellegű kapcsolatok iránt sokkal toleránsabb a magyar társadalom, mint azt elismeri. Sok esetben, hogyha egy tanár és egy diák között szerelmi kapcsolat szövődik középiskolai szinten, akkor azt látjuk, hogyha az ki is derül, maximum addig lép fel az intézmény fenntartója, hogy elküldi azt a tanárt, aki érintett, és nem tesz azért erőfeszítést, hogy ennek legyen valami fajta következménye. Az, hogyha valaki nem tudja tartani a határt, és nem tudja felismerni azt, hogy az ő helyzete hatalmat generál, hogy ez mindig egy hierarchia a tanár és a diák között, hogy itt mindig van aláfölé rendeltség, hogy nagyon sokféle módon lehet csábítani egy gyereket. Ez lehet fontos egy tizenéves kamaszlánynak, hogy kitűnik a többiek közül, hogy föl tudta kelteni egy idősebb férfi érdeklődését, adott esetben egy okos embernek az érdeklődését, valakit, akinek puvoárja van, akinek hatalma van. Ezek mind tudnak olyan tételek lenni, amik vonzóak egy lány számára, azonban ez egy nagyon klasszikus nyelvzavar történhet, amikor a gyerek valamit megél pozitívumként, és adott esetben évekkel később döbben csak rá arra, hogy őt valójában kihasználták ebben a történetben. Milyen tudásuk van önöknek, az ezzel foglalkozó szakértőknek egyáltalán arról, hogy Magyarországon mennyire elterjedt az ilyen típusú jelenség? Hát olyan nagy a látencia, hogy igazából botránytól haladunk botrányig, legyen szó akár arról, hogy valaki erőszakkal, szexuálisan visszaél gyerekekkel, vagy arról, hogy itt ezt ilyen eufemisztikusan tanár-diák szerelemnek nevezzük. Igazából még megtippelni sem tudjuk ezeknek a visszaéléseknek a számát, éppen azért, mert hogy nagyon sok esetben az iskola saját jó hírneve érdekében úgy küldi el az érintett tanárt, hogy nincs nyoma annak, hogy a munkaszerződés felbontásának a hátterében az állt, hogy ő átlépett egy ilyen határt, és adott esetben szexuális kapcsolatba is bonyolódott, nem csak egy romantikus plátói kapcsolatba az egyik diákjával. Ez nagyon fontos, 2013 óta a büntetőtörvénykönyvünk külön is odafigyel ezekre a cselekményekre, és önállóan értékeli minősített körülményként, vagy minősítő körülményként az, hogyha valaki a hatalmi helyzetével, a hierarchiában betöltött pozíciójával visszaélve egy 14. életévét betöltött, de egy 18. életévét még el nem ért, diákkal létesít kapcsolatot. Hát itt annak is óriási jelentősége van jogi szempontból is, hogy 14 elmúlt-e már az illető fiatalkorú. Ebben az esetben azt hiszem, hogy a nyilvános információk alapján még csak találgatni lehet, de minthogyha sejtetés szintjén az érződne ki az erről szóló cikkekből, hogy lehet, hogy ez a lány nem volt még 14 sem, amikor ez a viszony kezdődött. De ez nagyon fontos lesz a nyomozás során feltárni az eljáróhatóságoknak, hogy egyáltalán mikor kezdődött a kapcsolat, mikor kezdődött a szexuális kapcsolat. Ugye azért is nagyon fontos, hogy ebben az egész kialakult helyzetben nagyon komoly figyelmet és támogatást kapjon a kislány, az érintett és az ő családja, mert hogy nagyon könnyen belevonódhatnak ebbe a helyzetbe, hogy egész egyszerűen eliminálódik, vagy elfoszlik az a fajta lét, ami igazából egy 12-13-14 éves lányt érint, hogy mennyire lehető valójában tudatos egy ilyen kapcsolat kiépítésében, vagy mennyire a felnőtt akarata a meghatározó. Mi azt feltételezzük ezekben az esetekben, és nem véletlen, hogy a büntetőszabályok is sokkal szigorúbban reagálnak, hogy ez mindig a felnőttnek a felelőssége, az ő döntése, a
az, hogy egy érdeklődésből, egy fellobbanó bármiből lesz-e tulajdonképpen egy kapcsolat, vagy egy ilyen szintű viszony. Milyen büntetési tételekről lehet itt szó? Hát ez az önálló tényállás, ez akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is rendeli büntetni. Ugye itt eltérő hírek voltak, hogy kiskorú veszélyeztetése, szexuális visszaélés, szexuális erőszak, minden attól függ, hogy mikor kezdődött a kapcsolat valójában, mikor kezdődött ennek a szexuális része, és hogy miben merült ki. Hogyan lehet segíteni egy olyan lánynak, vagy más adott esetben fiúnak is, aki elképzelhető, hogy úgy érzi, hogy ő aktív és lelkes résztvevője volt ennek a viszonynak, és őt nem kellett erőszakkal rávenni. Igazából ez a legnehezebb, ha úgy tetszik, a legmocskosabb része ennek az egésznek, mert hogy általában ezekben az ügyekben azt látjuk, hogy amikor kipattan a történet, akkor nem érzik magukat áldozatnak, nem érzik magukat olyannak, mint akit kihasználtak, akit manipuláltak, vagy akit a felnőtt a saját térfelére rántott és a saját vágyai kielégítésére használta fel, hiszen feltehető, hogyha ő nem abban a pozícióban lenne, amiben, akkor ennek a lánynak nem akadt volna meg rajta szeme, vagy ők nem bonyolódtak volna egymásba. Ebben a helyzetben az jelenti különösen komolyan a szakmai kihívást, hogy hogyan lehet úgy reagálni erre a cselekményre, hogy tudjuk, hogy adott esetben csak évek múltán döbben rá arra az a gyerek, aki belekeveredett egy ilyen ügybe, hogy őt tulajdonképpen kihasználták, vagy manipulálták, vagy úgy csábították, hogy ebben ő nem volt partner. Az, hogy ez megtörtént, nem teszi a környezet felelősségét kevesebbé. Tehát nagyon fontos, hogy azok a tanárok, azok a felnőtt pedagógusok, iskolapolgárok, akik ott vannak, is tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Ez egy hatalmas nagy gond, hogy jelenleg a magyar iskolarendszerben gyerekvédelmi felelősök már nincsenek, szociális munkások még nincsenek, lehet, hogy van iskolarendőr, de ő nem fogja észrevenni, hogyha egy tanár és diák között megengedhetetlen kapcsolat van, miközben nekünk felnőtteknek az a dolgunk, hogy a gyerekeket védjük, adott esetben akkor is védjük, hogyha ők maguk nem tudják, hogy védelemre szorulnak. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Egy rövid reklámszünet után jövünk vissza, Schiffer Andrással folytatjuk.